1940-es években született ez a darab, és ha jól tudom, akkor a hatodik legjátszottabb Broadway darabok közé tartozik. Ön szerint minek köszönheti ezt az évtizedes sikerességét? Én szerintem egy olyan nagyon alapvető problémáról szól, ami az egész 20. században, de hogy így elnézem magunkat, a 21-ben is velünk marad. Ez az elmagányásodásnak, az elidegenedésnek, a nagyvárosi élet zavarának, frusztrációjának a komédiája, hogy milyen megoldást lehet találni arra, hogy az ember ne érezze ennek azt a folytogató, szorító hatásait ennek a modern életnek. A főhős ugye egy nagyon sajátos megoldást talál, van mellette egy képzeletbeli vagy paranormális jelenségnek tekinthető óriási, hatalmas nagy kelta mitológiából eredeztetett nyúl, és olyanval járja a várost, esznek, isznak, jól érzik magukat, és azt az egész elmagányosodást, amitől mi küszködünk, azt ő nem érzi. Rendezőként mennyire okozott önnek nehézséget az, hogy egy láthatatlan szereplőt kellett rendezni? Hát az igazság, hogy bármilyen mulatságosan is, amikor rettenetes nehéz elképzelni állandóan valamilyen nagy darab dolgot oda a színpadra, és aztán, amikor meg munkához lát, és elkezdi szétdúlni a terepet, ugye, ahogy erre a darabba szó van, akkor aztán az meg még inkább problémákat okoz, mert hát mindenféle ilyen különleges trükkökhez kell folyamodni, hogy a néző is lássa, hogy mit tevékenykedik a nyúl a színen. Kamara darabokhoz, vagy ezekhez a társalgási darabokhoz képest ez egy nagyon komoly kihívást jelentett. Hogyan sikerült ezeket a trükköket megoldani? Mennyiben volt ez a, mondjuk a kellékes csapatnak ez nehézség? Sokan dolgoztunk itt ezen, igen. Hát ez egy színházi szokás, vagy lelemény, vagy nem tudom, tehát itt van erre egy egész kialakult rendszer, hogy hogy kell ilyesmiket megvalósítani, és az időnk egy részét erre fordítottuk. Igazgatói kinevezése óta ez az első darab, amiben a világot jelentő deszkákra újra állt. Milyen érzés újra a színésztársak között mozogni színészként? Hát egyrészt hiányzott, másrészt meg természetesen az a tény, hogy 21 néhány éve nem álltam a Vígszínház színpadán, ez önmagában azért hordozott némi izgalmat is, és hordoz is, de az, hogy itt találkozom a kollégákkal a takarásban, backstage-ben, egészen más típusú beszélgetéseket tudunk így lefolytatni, akármennyire is nyitotta fönn az ajtó a harmadikon az igazgatói szobában, ez mégiscsak egy másik szituáció, amikor egy ottani, kicsit merevebb környezetben az ember beszélget a színház sorsáról, vagy az illető jövőjéről. Úgyhogy ezt kifejezetten élveztem, nem okozott semmi nehézséget. Az, hogy félelem van bennem, az tagadhatatlan, de szerintem ez normális. A darab fő feszültségét egy láthatatlan óriási nyula adja. Milyen érzés volt egy láthatatlan főszereplővel dolgozni? Remek kollega, tehát egy igazán jó kollega volt. Nem olyan egyszerű, mint amit elsőre én magam hittem. Mert persze az emberek fölnéz egy kicsit, vagy eljátszik picikben, ne szólj hozzá, stb. Egy elképzelt, azonos, folyamatos játékosságot ez jelent, de kiderült, hogy abban a pillanatban, ahogy ez belekerül ebbe a nagy térbe, onnantól kezdve mindenkinek valamilyen módon látnia kell egy másodpercre, amíg én felfestem, hogy ott van, miközben nem látja. Ez egy nagyon nehéz színészi és rendezői feladat, technikailag ezt a koncentrált állapotot létrehozni, viszont ha sikerül, akkor remélhetőleg nagyon szórakoztató mindenki számára. Azt hiszem, komoly leckét kapunk ettől a darabtól a családról is. Például ön szerint Vetára lehet haragudni? Ez a szép benne, az egész Elwood P. Dowd-ságban, ami ugye maga Harvey és az egész barátságnak, ez a lényege, hogy egy egészen más szemszögből nézi a világot, mint ahogy mi most működünk. A folyamatos frusztrációk és sértettségek helyére valami nagy-nagy mély empátia kerül, valami gyermeki állapot, amit aztán elfelejtünk, mert nyilván az önvédelmi reflexek a felé sodorják az embert, hogy páncélokat vegyen magára, és közben ezek a páncélok egyre súlyosabbak, egyre nehezebbek, és lehúzzák az embert. Elwood P. Dowd pedig ledobja ezt a páncélt, és lehet bolondériának tekinteni. Nyilván nem egy normális állapot egy kétméteres nyullal barátkozni, de valahogy az egész előadás is arról szól, hogy abban, ahogy működik, abban viszont sokkal több a normalitás, mint azokban, akik őt őrültnek nézik.
hátra valóval szeretnék a nézőket aztán elengedni innen a színházból? Nevezzük hárviságnak, ezt nem tudom, hogy ezt a fogalmat be lehet-e vezetni majd a magyar nyelvbe. Egy ilyen időszak után, amikor mindannyian megértünk vírust, most itt van a háború, kilógnak az idegeink. Azt gondolom, hogy nagyon jó lesz ide bejönni, megmártózni ebben a lélekemelő előadásban, és hát meg kéne próbálnunk valamit a villamoson, meg az autóba szállva ebből a nyitottságból és a gyermeki létből valamit visszahozni önmagunkból. Azt üzenem, hogy erre egy lehetőséget ad az előadás is, amellett, hogy remélhetően nagyon szórakoztató, és végig lehet kuncogni, adott esetben röhögni. Mégsem az a típusú előadás, amit a Budai Híd főnél már elfelejt az ember. 59 évvel ezelőtt a Vígszínházban megrendezte ezt a darabot. Ez mennyiben szolgált önöknek alapot, mennyiben jelentett kihívást ezután ezt megcsinálni? Hát ugye ez Várkonyi Zoltán egyik híres munkája volt Páger Antallal. Én a Várkonyi Zoltánhoz szerződtem a Vígszínházba, tehát én nagyon büszkém most itt, mint valami örökségnek a folytatója állok, és hát ez egy olyan színdarab, ami ide való, ennek van egy olyan szellemiség, ami ide való, és hát ennek a szellemiségnek ezt a mai 2022-es verzióját kellett valahogy megteremtenünk, megtalálnunk és megszülnünk. Ugye Rudolf Péter színházigazgatói posztot betölti már több éve, most ez az első darab, amiben ismét színészként szerepel. Milyen volt vele a közös munka? Hát nekem növendékem volt a főiskolán, és mi azóta is szinte folyamatosan egész életünkön keresztül valamikor mindig dolgoztunk itt-ott-ott együtt, és nagyon harmonikusan dolgoztunk együtt, hiszen azért is vagyunk így egymás mellett, és azt gondolom, hogy egy jó döntés volt, hogy ő ebben a darabban lépjen föl újra a Vígszínház színpadára, hiszen ő itt nagyon sok éven keresztül színész volt, aztán innen ugye elkalandozott filmrendező lett, színházrendező, de most azt hiszem jó neki egy ilyen több évtizedes kihagyás után újra ebben a darabban színpadra állni itt a Vígszínházban. A Covid időszak után mennyire volt tudatos választás ez a darab, hiszen szóba ejtettük az elmagányosodás fogalmát? Nagyon. Tehát ez most tényleg egy kiváló kérdés, mert én nagyon harcoltam azért, hogy próbáljuk valahogy kicsit könnyíteni a repertoáron, hogy legyen valami olyan üdítő szórakozás is, mert attól tartunk, hogy azért ez a járvány, meg most még mellettünk egy háború is van, meg most a többit már nem is mondom. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek igenis szükségük van arra, hogy egy kicsikét időt, kicsit könnyebb szívvel végig tudjanak nézni egy színházi estét, hogy egy kis derűt és egy kis napsütést tudjunk csinálni. Tehát nem mindig csak azokat a kérdéseket taglaljuk. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy a Harvey az nem egy olyan vígjáték, ami nem szól az égvilágon semmiről, mert nagyon szól valamiről, csak mégis ezt valami szívmeleg, szeretetteli hangon teszi. Nem lesz egy picit tudom. Nem. És talán még kevés is lenne az a két év. Ugye 125 éves a teátrum, illetve egy komoly pandémiás időszakot tudhatunk magunk mögött. Ennek apropóján milyen évadot sikerült összeállítani? Hogyan kell ezt elképzelni, ezt a munkát? Hát az évadot május 1-én fogjuk meghirdetni, a bérletet. Ez egyébként a Harvey és a bérlet rendszerünk első előadása lesz. Vígjátéknál ez megszokott dolog, hogy most ebben a tavaszi nyáreli időszakban összeáll, mert itt azért a nézőnek lesz szerepe, ritmust ad, meglátjuk, mi működik, mi nem. És aztán ez lesz a bérlet, és ezt május 1-én illesztjük majd, ezt az előadást az egész éves működésünkbe. Nem egyszerű most meghatározni, hogy mi az, ami karcol, mennyire karcoljon egy előadás, mennyi legyen ebből a szívmelengető folyamatból a következő előadásokban. Ezen dolgozunk, az utolsó másodpercekben vagyunk, mert természetesen, mint mindig, időzavarban. Az előző évadunk úgy gondolom, hogy a minden nehézség ellenére nagyon szerencsésen és jól alakult, még a pandémiás időszakban is a zászlós hajó előadásaink vonzották a nézőket, és most nyilván annyira gyorsan változik a világ, hogy a hosszú távú terveket, amiket én szerettem volna szőni, kicsit előre gondolkodni, azokat nagyon veszélyes végrehajtani, mert nem lehet tudni, hogy a következő percben mi történik, tehát nagy valószínűséggel alapkérdéseket kell boncolgatni, nagy kérdéseket föltenni az előadásokkal, nagy címekben gondolkodunk, mert azok időtállók és nem ágyazódnak be a napi pillanatnyi
szituációkba, ami tud jó lenni a színháznak, de lehet, hogy a következő hétvégére értelmetlenné válik. Kelly kisasszony, amit a főorvos úr mond, az csak is jó lenne. Hogyha 125 éves évfordulót veszem alapul, akkor mennyire volt tudatos döntés, hogy egy közel 60 éves darabot vettek elő? Része volt. Sokféle módon próbálunk emlékezni, ez egy elképesztő év, és hogy az ember részese lehet ennek a történetnek, az önmagában örömmel tölti el, a nehezebb napokon is. És bennünk volt, ugye ezt 1960-as évek elején Várkonyi Zoltán rendezte Págerral, Bulla Emmával, Latonovics Zoltánnal, Örkény fordította. Tehát ez egy pillére volt a Vígszínház 125 éves történetének, és ez a gondolat akkor is hatott, és ez is egy ilyen típusú előadás, hogy nagy valószínűséggel elő lehet venni majd a 200. évfordulón is, és remélem, hogy akkor már a miénket is oda sorolják a megemlítendő és fontos emlékek közé.